már is itt, akkor ezt így elmondom. Tehát, hogy nekem kb. Úgy milyen reakció volt az egész, ahogy így nézem, tudod, így nézem, egész jól kezdődik, egy kis aranyos, szépen van fényképezve, jó rendben. Aha, nézzük, nekem nézzük is azt tetszett, igen. Nézzük tovább. Jó, oké, az akkor nyilván a kínai legenda, tehát az eredeti kínai legendát fogjuk nézni benne. Jó, hát én azt végül is úgy se ismerem, tehát én csak a mesét láttam, sose érdekelt annyira maga az eredeti történet, de akkor nézzük, mi sül ki belőle. És akkor tudod, hogy ott vagyunk abban a kezdő kis városkában, még ez is kis aranyos, még maradjunk annyi, hogy emlékeztet egy Disney filmre. Aztán fogja magát az egész, miután ugye ő mindenféle epikusság nélkül, tehát ezt nem győzem hangsúlyozni, egy epikusság nélkül fogja magát, és ugye magához veszi a páncélt, meg akkor az édesapja kardját, meg akkor a lovat, és akkor ellovagol, és ilyen, most akkor úgy nem érzek semmit. Csak nézem a filmet, vágóképek váltják egymást, ez ott bolyong a semmiben, aztán megtalálja a tábort, ott akkor várom egy kicsit, tudjátok, ezt a, mint a mesében is, ezt a karakterfejlődést, hogy meg ugye a kezdeti nehézségeket, hogy őt annyira kiközösítik, igen, kezdetben, igen, a társai, meg mit tudom én, és akkor maga az a nagy megfejtés, hanem az az áttörés, ami ugye a rajzfilmben a Be a Man, vagyis a Erős Légy című epikus, már ilyen adrenalin pumpáló szám keretein belül teljesedik ki, amikor felmászik arra az oszlopra, és ugye ledobja azt a nyilat, és akkor semmi ilyen nincs benne. Semmi. Hát szerintem kiszedték belőle azt, amitől a rajzfilmnek megvolt az a kis lelke, az a többlet, amitől klasszikussá vált, és a filmből ez hiányzik. Pontosan. Úgyhogy ezt éreztem én is. Nem tudom, én is készültem egy valamivel, csak hát nem tudom, majd látjuk, hogy sikerül. Meglepetés. És próbálom nem erröhögni, és ne haragudjatok előre is. Nem csak sekkel hozzá, hogy a Mulánt megnézd, elég uncsi film ez, olyan nagy fel, baszós, karakterfejlődés az nincsen, hiába ott egy Donnie Yen, de hát van ilyen. Mulán nagyon OP, erre már nincs is rímem, nem jó film, ez az alkotás egy bűzlő orkán. Nem jó film, hagyd inkább nézzél ereszt csatornát. Nem jó film, a rajzfilm viszont még mindig nagyon szecsuán. Vagyis jó. Én ezt egy tapsal ez jutalmazom, és igazából benne volt a úgy izgultam, izgultam. És úgy remegek, annyira izgultam, mert ilyen borzalmas hangom van. De garantált, én attól félek, hogy minden a meglévő feliratkozónk is lehet, hogy leiratkoznak, ha meghallják ezt az énekhangot. Én úgy érzem, hogy van a hangodban valamilyen túlvilági dolog. Egyszerűen a túlvilágiak biztos örülnek, hogyha hallják. Hát, én azt hittem, hogy ilyen, inkább ilyen erotikusság van a hangomban, mert bassza a fületeket. Tehát nyugodtan. Hát, én ilyen puzsérosan fogalmaznék, hogy mi volt ez a szellemi kútmérgezés, vagy mi volt az a hatalmas? Igen, ez az alpári métejkedés. Igen. Vagy azt mondaná, hogy hát bizony eljött a jelzők ideje. Azt mondom, ez kiváló. Igen, az nagyon volt jó. Volt egyszer mondott ilyet is a Csillagszületünkben. A Csillagszületünkben, fenn van a YouTube-on egy. Igen, azt az egyik osztály videóba bevágtam, és akkor onnan maradt meg ez a szöveg, ez a szövege. Úgyhogy na hát, ezt írtam én is, ezt a kis dalrészletet. Amúgy megelőztél, mert nekem is volt egy ilyesmi a fejemben, csak neked aztán is eszedbe, mondom, én csak így kirégyelem magamat, most nekem ez így elég lesz, de örülök, hogy legalább te megvalósítottad, úgyhogy, mert amúgy nagyon adta magát az ötlet, úgyhogy főleg miután ott megnéztem azt a paródiát is, amit nektek is linkeltem, Jaj, hát azok nagyon hát az jók, a kopaj, vagy mi az Isten, hát az, én a Löwenbrauch. A Löwenbrauch. Nagyon jó volt. Iszonyú. Na, és most nagyon, le is szögezem, az sokkal jobb élő szereplős film részlet, mint ez a hulladék, amit most jelenleg a vásznon, idézőben a vásznon láttunk. Én elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem a rajzfilmet, mielőtt megnéztem volna Disneynek a következő élőszereplős
átdolgozását, a Mulánt, ami most jött ki egyébként 2020. szeptember első felében. Elérhető egyébként Disney Plus-on, plusz mozikban, ilyen-olyan országban, tehát volt benne potenciál, és szerintem az előzetes alapján mindannyiunkat felcsigázott, mert gyönyörűen néz ki, tehát a beállítások, a vizuális elemek, minden színvilág fantasztikus, gyönyörűen néz ki, viszont talán ez az egyetlen pozitív része az egésznek, és a többi az sajnos de, nem működött. De, ha már vizualitás, ugye van nekünk egy gyönyörű, szép havas hegyes tájak között játszódó nagy csata jelenet, ami még a rajzfilmben is epikusabban volt megoldva. Tehát ez milyen már, értitek, hogy egy hány perces volt az a rajzfilm egyébként? Mennyi szokott lenni? 80? Körülbelül alig volt másfél óra. Alig másfél órás, igen, tehát egy alig másfél órás rajzfilm sokkal szebben és kerekebben át tudta nekünk adni ezt a történetet, tele volt epikus jelenetekkel, ez pedig egy olyan lelketlen valami volt, hogy tehát én ilyet már nagyon régen nem láttam. Tehát ez a hegyek között zajlódó hatalmas nagy ütközet a... Ja igen, és itt most nem hunok voltak, hanem máshogy nevezték őket. Rorrenek, ha jól emlékszem. Ezt kérdezzük meg a történelem jártas... Nem tudom, hogy ezek nem mongolok akartak lenni? Én is mongolokra tippeltem, főleg amikor ilyen Björnborg Khan, vagy ki igen, a fene igen, volt az ilyen Khan volt a vezérnek a neve, és igen. Én az alapján mongolokra tippelnék. Tehát azt sem mondhatod, amögé se bújhatsz egy film esetében, hogy na de az animációs filmben bármit meg lehet csinálni, ott nincsenek korlátok, bármit, bárhogy megrajzolhatsz, de ma már egy élőszereplős filmben is bármit meg tudsz csinálni a CGI-jal. Tehát hogy ez sem mentség, hogy na jó, de ez élőszereplős, itt nem lehetett volna megcsinálni a nem tudom én a Mushut, meg így, meg úgy ezeket a díszleteket, pedig meg lehetett volna. Én úgy tudom, hogy eleinte tervben volt Mushu karakterének a CGI-jal való életrekeltése, sőt még Eddie Murphy-vel is beszéltek a szerepről, mert Eddie Murphy volt ugye az eredeti karakternek, vagy hát a Mushu karakternek ugye az eredeti hangja. Tehát mielőtt még Samárként megismertük volna a Shrekből, előtte ő ugye 2001-es a Shrek és 98-as igen a Mulán, tehát ő volt Mushu. Csak én úgy tudom, hogy a kínaiak eleve nem voltak megelégedve a rajzfilmes Mushu ábrázolásával, hogy ilyen comic relief kis könnyed karakter volt, meg hogy eleve egy ilyen komolyabb filmet akartak készíteni, és hogy ebbe a koncepcióban nem igazán fér bele ez a kis bohórkás kis sárkány. Meg hogy a dalok is emiatt lettek talán jobban mellőzve, hogy egy nagyon komor film legyen. De a dalok nem cserélték egy Főnixre gyakorlatilag. Jaj, hát igen, hát a Főnix. Én azt a Főnixet, gyerekek, csak úgy hívtam, hogy GPS. Ott van egy GPS fent az égen, az mutatja neki, merre kell menni. Komolyan, mint egy videójátékban. Mint az Assassin's Creed Origins-ben is ugye a Showy mod mutatta, hogy mit, hogyan, meg igen. Show... Ah, igen. Én azt GPS-nek hívtam szimplán, aztán kaptunk egy boszorkányt, aki aztán olyan felesleges volt, és igen. Komolyan mondom, hogy de a Gong Li játszotta a Gésa emlékirataiból. Ugye volt benne pár ilyen ismertebb kínai színész, aki mondjuk a nyugati piacon is ismertebb, ugye Jet Li, Donnie Yen, meg Gong Li, szerintem ők hárman voltak az ilyen ismertebb arcok. Meg én úgy tudom, hogy 2009-ben, tehát több mint 10 évvel ezelőtt a kínaiak már csináltak egy kínai filmet Mulán történetéből. És állítólag az jobb. Azt nem tudom, mert azt nem láttam. És hogy már a 2009-es kínai filmnél előkerült az a színésznő, aki most játszotta ebben a jelenlegi filmben a Mulánt, de aztán valahogy mégsem ő kapta a szerepet, és most meg ebben a 2020-as verzióban, vagy hát 2020-ban mozikba kerülő verzióban meg ugye ő játszotta a cím szereplő karaktert. Meg az egész ugye egy középkori legenda mögé épül. Igen, tehát egyébként, ha jól tudom, maguk az alapok azok ugyanazok, tehát hogy nem tértek el nagyon sokban a történetben, tehát ugyanaz van, hogy jön a katonaság, toborzást végeznek, és ugye akkor Mulánnak az édesapja, meg szeretné menteni az édesapját, ami ugye a rajzfilmnek is az üzenete volt, szerintem nagyon szépen egyébként mutatta be az ő motivációit, és itt pedig olyan,
Tehát én nem láttam a fejlődést a lányban. Tehát olyan volt, mintha egy ilyen, egy kicsit engem a Wonder Woman című filmre emlékeztetett, mm-hmm. hogy van egy csaj, akiben már ősidők óta szunnyad az az isteni erő, hogyha azt ő megismeri, és elszabadítja, akkor aztán senki nem fogja tudni legyőzni, és akkor láthatunk ilyen kis lábújával elrugdosós nyilvesszőket, meg már a focisták is eszembe jutottak némelyik jelenet után, komolyan mondom. Tehát az eredetihez képest sokkal lassabb, vontatottabb, kicsit indokolatlanabb túl dramatizálása a dolgoknak. Az a három fő történetszál az eredeti meséből az leredukálódott egyre. Ezt úgy, hogy már leredukálták, és elcserélték egy olyan történetszára, amiben egy Mulánhoz hasonló boszorkány, tudom, ti is akartok majd róla beszélni, tehát az majd ő másról, történetét, igen. Tehát ezt sokszor láttuk már, hogy a főhőshez hasonló karakter jelenik meg, csak már az evolúciónak egy későbbi fokára, és akkor elmondja, hogy őt is kiközösítették, vele is ez történt, az történt, és akkor nem hiszem el, hogy a Disney már még mai napig arra megy ki, hogy csatlakozz és együtt uraljuk a galaxist, mármint a királyságot, mármint az országot, erre megy ki az egész 2020-ban is. És akkor láthatjuk, persze spoileres, feláldozza magát a boszorkány, az eredetihez képest egy kicsit összevisszaság. Tehát az eredeti az nagyon egyben volt, annak ellenére, hogy egy nagyon fontos és nagyon erős üzenete volt, megmaradt egy vicces, könnyed rajzfilmnek, amiből lehet tanulni, és nem kellett leépítenie más történetszálakat vagy karaktereket, hogy érvényesüljön a fő történetszál. Az újban viszont annyira nem rossz filmes élmény, viszont azt vettem észre a legtöbb ilyen Disney élő szereplős feldolgozásnál, hogy egy kicsit ilyen eldobható filmes élményt nyújt. Még az eredetiek megmaradnak benned évekig, tehát megmarad a tanulság, megmarad a történet, megmarad a látvány. Az újaknál ezt már kevésbé érzett, tehát valamelyik jobban sikerül, valamelyik rosszabban, de összességében a Disney elcserélte ezeket a történeteket egy ilyen eldobható filmes élményre, és látszódik már manapság, hogy nem azokat dolgozzák fel, amiket érdemes feldolgozni, hanem azokat, amiket el tudnak adni feldolgozva. És ami azt jelenti, hogy mindegyik... Na, várd ki a végét, mert jön a Herkules majd. Persze, tehát ha belegondoltak ebbe, hogy nem az dolgozza fel, ami szerinte jó lesz ilyen élő szereplő feldolgozásban, hanem mindegyiket, és vagy jól sikerül, vagy nem. Véleményem szerint az Aladdin az kicsit jobban sikerült, ez kicsit kevésbé, de nagyon ellentmondás is egy téma, amiben próbál belenyúlni. Csak azt mutatja, és ezt akarom mondani, hogy a Disneynél milyen alapfeltevéssel dolgozzák fel ezeket, és egy kicsit ilyen, na lenyomják a következő élő szereplőset a torkunkon, úgyis jön majd nem sokára akkor a Herkules, valószínűleg a Pinocchio, valószínűleg a Suzy és Tekergő, mindegyik. Hát a Suzy és Tekergő az, az van. Már készen az már kész van, az már ott van Disney Plus-on, csak azt nem, csak azt nem moziba küldik, igen. Mm. Meg jön a kis hableány, az afroamerikai Ariel-lel, ha jól emlékszem. Így igaz, meg mindenféle náció lesz majd ott a víz alatt, ne aggódj. Egyébként a legendának is többféle változata van, azt hiszem talán az 5.-6. századból ered talán az első változata, de aztán ami úgy ismertebb, az már inkább a 13. század, 2.-3. század, nem vagyok ebben most biztos, nem néztem úgy utána, és hogy van többféle változata magának, az események lefolyásának is, valahol nem kelnek egybe, végül, tehát nincs házasság a végén, valahol meghal az apja, tehát hogy tényleg ilyen különböző történeti változatok vannak ebben, de hát ugye Kínában meg egy nagyon népszerű történet az egész, és nagyon népszerű sztori. Szóval nekem a boszorkánnyal amúgy főleg az volt a problémám, hogy tehát mi volt ez a hirtelen átfordulás a végén, hogy akkor már ő jó lesz, meg minden, mikor előtte meg egy csomó embert lemészárolt. Tehát olyan nem volt kidolgozva, mint ahogy majdnem senki ebbe a filmbe, de még én az izéhez szerettem volna valamit, hogy ugye a mesében volt egy nagyon, hát egy nagyon drámai rész, ugye, amikor gyakorlatilag a főhősnő lelepleződik. És akkor ugye ott, uh-huh. ott maga az egész, ahogy a pedig az csak egy mese, hangsúlyozom, de a fényképezése az egésznek, ahogy ott meg van csinálva, annyira megfagy a levegő, ugye, hogy na most akkor mi lesz vele, ugye, mert hogy ez ugye törvényellenes, amit ő csinált, és ugye ezért le kellene fejezni, meg minden, és itt pedig, tehát ez, hogy ez a leleplezés is, hanem hogy
elmegy ott egy kicsikét sötétebb részre, vagy valahova oda kirándulni, ott találkozik a boszorkánnyal, ott akkor hirtelen elmondja a mesélő nekünk, hogy itt, ebbe a pillanatban ez a Huang Li, vagy ki a frászkariká volt a karakternek a neve, ő meghalt, és csak Hua Mulan lett. És akkor úgy megy vissza, hogy hát én vagyok a Mulan, tehát hogy még csak ez a lelepleződés sincsen benne, hanem ez a... És akkor mindenki ott le van döbbenve, hogy ez úristen, ez egy nő volt, wow. Tehát, és akkor mindenkit lekörözve, mindenkit lekaratéz, lerugdossa a nyilakat az égből, meg Chuck Norris megszégyenítő kunsztokat bemutat, tehát olyan szinte hiteltelen volt az egész, hogy az már fájt. No. Nekem kb. Amúgy ennyi a rage-em. Azt vettem észre a jelenetekkel is, és a párbeszédekkel is, hogy kicsit szájbarágósabb. Tehát még az eredeti mesében rengeteg szimbolizmus volt. Jó, rengeteg ilyen montázs, ilyen összevágott jelenet is van, ami egyébként nagyon megdobja az eredeti filmet. Tehát akár a különböző zenék, akár ez a jellemfejlődés, ez mind benne van ezekben. De igazából apró párbeszédekből minden kiderül az eredetiben, itt pedig nagyon a néző szájába rágják gyakorlatilag, hogy mi is történik pontosan, és ez jellemző egyébként az utóbbi időben a Disney filmekre, hogy nagyon próbálja, nem hagyja, hogy kibontogasd magadnak, hogy megértsd az ilyen szimbolizmusból, a látványelemekből, a jelenetekből. Azzal, hogy a nézőnek a szájába rágják, kicsit kevesebb intelligenciát feltételeznek róla, és úgy érzik, hogy ezt jobban, ezeket a tanulságokat, ezeket az értékeket jobban a szájába kell rágni a nézőnek. De ez most jó vagy nem, hát ezt nem tudom. Meg a másik az, hogy ki volt a célközönség igazából, mert nekem inkább úgy jön le, hogy jobban a kínai piac fele szerettek volna úgy orientálódni. Tehát, hogy mintha ezt ilyen neki készítették volna direkt, vagy nem tudom, tehát hogy, és akkor minket meg úgy hagynak a fenébe, hogy hát gyerekek, ez egy ilyen történet, azt ennyi. Tehát. Gondolom azért, mert hatalmas a kínai piac, hatalmas a benne lévő potenciál, és ez egy ekte kínai legenda, egy kínai mitológiai történet, aminek a fő célközönsége nagy valószínűséggel mondjuk a kínaiak. Például most mi magyarok elég pici piac vagyunk, tehát nem gondolnám, hogy a csodaszarvas sztoriból majd a Disney rittyent egy ilyen nagy filmet, mert mi nagyon pici piaci elem vagyunk az ő szemükben. Tehát konkrétan ugye nálunk Blu-ray-en se jönnek ki bizonyos Disney filmek. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hatalmas ország, hatalmas piaci lehetőségekkel így a Disney számára. Meg még nekem, ami eszembe jutott, az ugye a zenéknek a használata, hogy oké, értem én, hogy na most akkor nem egy klasszikus Disney filmet kéne látnunk, és akkor ezért nincsenek benne éneklős részek. Én speciál azok közé tartozom, akik nagyon szeretik a Disney betét dalokat, nem mindegyiket, de például a Mulannak szerintem kifejezetten jó dalai vannak. Próbálták egy nagyon minimálisan ugye a Reflection című számot használni, ilyen nagyon halványan ott megszólal a háttérben, és akkor a legvégén még egy ilyen epikebb részre is visszahozni, de szerintem sokkal jobb lett volna, ha már végülis egy katonás filmről beszélünk, akkor már azt a Beerment bepakolni így, mert tökéletes példa egyébként, hogyha megnézitek például a 2016-os Dzsungel könyvének az előzetesét, nem mindegyik előzetes az, de van egy, amelyikben a Bare Necessities című számot ilyen olyan epic hangzásra dolgozták fel, és olyan jól meghozza az ember kedvét magához a filmhez is, ahogy belerakták az előzetesbe. Na valami ilyesmire számítottam volna, hogy mondjuk legalább megemlékezés szinten ezeken a valamelyik ilyen jobb dalon. De a Reflection az pont, hogy az egy ilyen sokkal lassabb, tehát ugye azt Mulan énekli még a legelején, amikor keresi önmagát, hogy őt nagy valószínűséggel
másra szánta az élet, és nem erre, hogy férhez menjen, stb. Stb. És nekem az olyan fura volt, hogy pont azt választották. De ez csak saját egyéni vélemény. Azt hiszem valahol olvastam, hogy milyen volt a büdzséje ennek a filmnek, és akkor valaki írta is, hogy ez úgy nem látszódik. Nem látszódik a végére. Tehát valami 200-250 millió dollár, tehát azért egy magas költségvetés. Igen, és én meg egyetértek azzal a kommenttel, aki azt írta, hogy tényleg nem látszik annyira a filmen az a büdzsé. Tehát ahhoz képest olyan, mintha magával a beállításokkal, a fényképezéssel sem mindenhol akartak volna olyan sokat foglalkozni. Szóval még egyszer visszatérve a szurdoki csatára, hirtelenjébe beugrott nekem, tudjátok, ugye a gyűrűk urából azok az iszonyat nagy, epik, óriási nagy csata jelenetek, és annyira vicces volt itt meglátni, hogy az a, nem tudom, ott megy elő a Mulán, és mögötte még vagy 5-6 emberke, így, mint valami nagy hadsereg, és hova lett a többi? Tehát a lavinában mindenki eltűnt, vagy mi a franc, és akkor majd megyünk, megmentjük a császárt, az a pár darab kis emberke majd ott elmegy, és egész Kínát megmenti. Tehát mert valahol érthető, hogy azt hiszem a 90, nem tudom, 6-7-8-ba készült Honfoglás című filmben is, hát nem olyan sok statiszta harcol az ilyen csatajelenetekben, de egy 200 plusz millió dolláros filmnél azért lehet, hogy telheted. Jó, a statisztára vagy... A honfoglalásnál Franco Nero-ra ment el nagy valószínűség. Hát az igaz, igen. Nagyobb része, úgyhogy... Igen. Gyerekek, mit akartok? Hadsereget vagy Franco Nero-t? Válasszatok! Úgyhogy Franco Nero-t kérjük, köszönjük szépen. Hallgassátok, Franco vezér. Franco vezér. De Franco vezér nem tud magyarul. Igen. Zseniális. Jó. Ugye az eredeti Django, ugye Franco Nero. Így igaz. Aha. És a Django filmben oda is szól az új Django-nak. Hogy persze, ott van egy kamerója neki, igen. Django, the D-Silent. Nyom egy ilyet. D-Silent, igen. Amint már mondtuk, ez a Disneynek a soron következő élőszereplős filmje, és érződik is rajta, hogy oké, ez következett, ezt kellett most feldolgozni, és fel is dolgozták. Én azt javaslom inkább, hogy akkor érdemes felnőtt szemmel megnézni az eredeti rajzfilmet. Én azt javasolnám mindenkinek, mert egy hatalmas élmény volt. Ja, lehet a filmkészítőknek is musú volt a jó akaró szellemük, csak itt elbénázta a dolgokat. Sajnos, hogy nem sikerült felnőni a feladathoz. Igen.